Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok. Nézzük röviden, mire is számíthatnak mai adásunkban. Városfejlesztésről és a turizmusról is tárgyaltak a képviselők. 24 éve segítik a rászorulókat Tamásiban. Szorgos kezek dolgoztak a mézes kalácsházakon. Advent első vasárnapjának programjai. Tamási jövőjét meghatározó kérdések is a képviselők asztalára kerültek az önkormányzat soros ülésén. Olyan témákban kellett határozatot hozni, milyen koncepció mentén készüljenek a fejlesztési elképzelések, milyen átalakítások kellenek a város forgalmában, és hogyan lehet a turizmus számára hatékonyabbá tenni az információs iroda működését. A következőekben betekintést kaphatnak a testületi ülésen történtekbe. A következő időszak fejlesztési koncepciójának kialakításában Tamásinak is két kötelezettsége van. Meg kell alkotniuk a fenntartható városfejlesztési stratégiát és a városfejlesztési programtervet. Ennek mi időben nekiálltunk, és a beszerzési folyamatot már végig is vittük. Mennyire a képviselőtestület jóvá hagyja, akkor erre vállal kötelezettséget előre, mondván, hogy majd a pályázati forrásból ehhez az összeghez hozzájutunk. De fontos, hogy időben elkezdjük. Ebből a keretből, tehát a TOP pluszos megyei keretből elképzeléseink szerint elsősorban a városi társasházi övezet, a lakótelepeket szeretnénk rendbe tenni, utakat, járdákat, parkolókat, zöld felületeket, közösségi pontokat, mondjuk a Móricz Zsigmond lakótelepen még a vízelvezetési rendszert pluszban. Tehát nagy valószínűséggel, amennyiben majd odaérünk, és ezt jóvá hagyja a képviselőtestület, akkor ez lesz a fő stratégiai irány. Az elképzelések között szerepel a bölcsőde fejlesztési programjának befejezése is. A fejlesztési irányok, amelyeket most részben a TOP pluszból, részben természetesen egyéb uniós és hazai forrásokból szeretnénk majd megvalósítani. Talán az egyik legnagyobb probléma, nem gondolom, hogy csak Tamásiban, a közlekedési forgalmi helyzetnek a rendezése, konkrétan a parkolási lehetőségek javítása, ez különösen a belvárosban, ez egy stratégiailag fontos feladat a városnak, és talán az egyik legsürgősebb is. Több autó is van most már egy családban, mondom még egyszer, ez nyilván nem csak Tamás jelenség, és az a város sajátossága, hogy minden intézmény és szolgáltatás gyakorlatilag a városközpontban egy négyzetkilométeres területen belül összpontosul, ami jelentősen megnehezíti az ügyintézést, hogyha valaki gépjárművel szeretné megközelíteni a városközpontot, már pedig ugye sokszor erkénytelen. A képviselőtestület már tárgyalta a város forgalmi rendjének átalakításáról szóló témát, amihez egy külső szakértői vizsgálatot is bekért. Az anyag rövidesen olvasható lesz a város honlapján. Ezt követően társadalmi vitára bocsátják, aminek eredménye beépül a későbbi forgalmi rend módosításába. A legfontosabb átalakítások már a következő évben megszülethetnek. A turizmus fejlesztésének koncepcióját több szempontból is vizsgálták már. A turisták eligazodásának segítő iroda működésének megváltoztatását határozta el a képviselőtestület. Főszezonban a fürdőterületén működni fog normál menetben a turinformál, de a köztes időben pedig kiegészítik a munkatársak a látogatóközpont feladatait, hiszen a dámpontot is azért építettük, hogy nem az ideérkező turistákat szolgáljuk ki elsősorban, hanem megpróbáljuk a városmarketing, turisztikai marketing során felvenni a kapcsolatot a térségi szereplőkkel, a szakportálokkal, a szakújságírókkal, tehát ennek a dolga elkezdődött, és hát reményénk szerint Tamási városa, a Tamási város turizmusa az végig tud söpörni a hírfolyamokon, nem csak olyan negatív események kapcsán, mint ahogy most ugye a közelmúltban történt tűzesetből adódik. Úgyhogy azon dolgozunk, hogy ne pontszerű fejlesztéseket hozzunk létre a városban, hanem egységes turisztikai rendszert tágabb kitekintésből, a kistérségi attrakciók bevonásával egy egységes turisztikai rendszert tudjunk az érdeklődők számára biztosítani. Ehhez próbáljuk meg a szakmai, illetve fizikai hátteret megadni. 24 éve vannak jelen Tamási életében, és segítik mindazok életét, akik nélkülözéssel élik mindennapjaikat. Önkéntesként látják el ezt a feladatot, és hogyha valaki csatlakozni szeretne hozzájuk, tárt karokkal fogadják, hiszen munkájukra sokaknak szüksége van. Nézzük, melyik egyesületről is van szó. Tamásiban 1997 óta segíti a szociálisan rászoruló személyeket, hátrányos helyzetben élőket ruházattal, élelmiszerrel a Caritas helyi csoportja.
igyekszünk segíteni mindenkinek, minden családnak, amiben hiány szenvedett. Gondolok itt élelmiszerre, ruházatra elsősorban, de vannak akcióink, amiket évről évre viszünk és teljesítünk. Közvetítő szerepét is felvállaljuk, főleg tárgyi adományok, elsősorban bútorok esetében. Nincs ugyanis raktárunk, ezeket nem tudjuk tárolni, és kétszer mozgatni, kétszer szállítani felesleges lenne, így feljegyezzük azoknak a nevét, akik ilyen felajánlást tesznek, illetve megkeressük azokat, akiknek szükségük van ezekre a butordarabokra, és egyenesen oda szállítjuk. Kapcsolatot tartunk a különböző szervezetekkel, tehát vannak aktivistáink is ezen kívül még, akik hozzák a jelzéseket, és tudjuk, hogy a környezetünkben ki az, aki rászorul. A Tamási szervezet jó pár család számára könnyíti meg az iskolakezdést évről évre. A Covid-járvány nagyon visszavetette a munkánkat, tehát erősen korlátoztuk a tevékenységünket, és sokkal-sokkal kevesebbet tudtunk felvállalni, mint annak előtte. De igyekszünk egyrészt a szociális bolton keresztül ruhával, ruházattal, ruhaneművel ellátni azokat, akik erre rászorulnak. Aztán most vásároltunk, két héttel lesz megelőzően 28 gyermeknek téli cipőt. Mondhatom, hogy ez az akciónk, amióta a Caritas működik és dolgozik Tamásiban, ez tart, és ragaszkodunk is hozzá. Szeretnénk még néhány kabátot is vásárolni, mert tudjuk, hogy arra is igen nagy szükség van, de ahhoz meg kell teremteni a feltételeket, hogy úgy mondjam, az anyagiakat. A tanévkezdést minden évben segítjük néhány gyermek esetében. Ebben az évben pontosan 5 gyermeknek tudtunk vásárlási utalványt adni, amivel élelmiszert vagy tanszereket, ruhaneműt tudtak vásárolni, tehát ilyen értelemben korlátozás nélkül. És nagyjából ezek voltak az ezévi akcióink, különösebben másra nem volt lehetőség. Volt esztendő, amikor burgonyát, almát tudtunk osztani, de most beszűkültek ezek a lehetőségek. Legutóbb a Tamási Művelődési Központban szervezett akciójukkal, jó minőségű ruházattal igyekeztek segíteni a rászorulóknak. Miután elég sok ruhanemű gyűlt össze, az új helyünkön most már 4 vagy talán még 5 raktárhelységünk is van, de ezek is megteltek ruhaneművel, nagyon sok a felajánlás, és próbálunk akciókat hirdetni, akciókat szervezni, hogy ez a mennyiség fogjon. Ilyen apropóból ruhákat vittünk Rácvölgybe, vittünk Szakályba, és hát most itt a Művelődési Házba hirdettük meg ezt a ruhabőrzét, és hát remélem, hogy sokan találnak maguknak megfelelő ruházatot. Szívesen látjuk a város környéki községekből érkező embereket is, különösen felhívnám a figyelmet a téli fogas akciónkra, ami annyit jelent, hogy meleg kabátokat rakunk ide ki a Művelődési Ház elé, egy úgynevezett szabad fogasra, és ebből mindenki vehet, vihet, válogathat kedvére valót, illetve ide várjuk azokért is, azoknak a ruhaneműjét, kabátját, akik ilyen felajánlást tennének. A Caritas Tamási csoportja várja az önkénteseket, akik hajlandóak szabadidejük egy részét feláldozni, és mindenféle ellenszolgáltatás, anyagi juttatás nélkül segíteni a munkájukat. Nem nagy létszámú egyesület a Tamási Caritas Egyesület, 27-en vagyunk. A gondunk az leginkább, hogy elidősödtünk, tehát idősek vagyunk, és már nehezünkre esik a cipekedés, a cuccolás, a pakolás. Ilyen szempontból szívesen vesszük a fiatalok segítségét, és hát szerencsére van is néhány ajánlkozó. Most egy esztendeje, tehát december 17-én lesz egy esztendeje, hogy a Göndöcsféle irodaházba költöztünk, könnyen megtalálható, itt van a városközpontban, a plébánia közvetlen szomszédságában, szemben a régi mozival, és azt mondhatom, hogy oda még kocsival is be tudunk menni, illetve akik ruhaadományt hoznak, nyugodtan behajthatnak, előzetes megbeszélés alapján, és ott ki tudunk pakolni könnyen, tehát aki keres bennünket, itt a városközpontban megtalál. Bár napjainkban általánosan jellemző az emberek egymás iránti közönye, egymásnak segíteni fontos volna.
Vannak illatok, ízek, melyek egy-egy alkalomhoz kötődnek. Ilyen a szegfűszeg, az ánis, a fahéj, a gyömbér kombinációja, melyből a karácsonyra asszociálunk. A Tamási Műveledési Házban hetekig ezek az illatok lengik be majd a teret, elkészült ugyanis a gigantikus építmény, melyet sütni szerető háziasszonyoknak köszönhetünk, de nézzük is a részleteket. A teret belengő mézes kalács illat a legtöbb családban hozzátartozik az adventi készülődéshez. A mézes kalács egy olyan sütemény, mely változatos alakjával és díszítésével sokféle lehet. Készítése komoly hagyományokkal rendelkezik, eredetileg az isteneknek felajánlott eledel volt, majd később az emberek közötti ajándék szerepét töltötte be. Nos, egy ilyen ajándék vár a Tamási Műveledési Házba látogatókra, ahol az előtérben most már 10. éve alkot mézes kalács csodákat egy házi asszonyokból álló csoport. Az első az Betlehem volt, a következő az egy templom, aztán közben készítettünk karácsonyfákat, csupacív, csupacsillag, meg amire vegyesen tettük fel a díszeket, ott azoknál a karácsonyfáknál mindig a foltvarók is, vagy a kötőszakör is besegített, ők is készítettek, úgyhogy, és ezt a tornyot is már egyszer megcsináltuk, ez a második, hogy most újra. Az emberek megszokták, és akkor az emberek is kérték, hogy legközelebb legyen, mert amikor bejönnek ide a műfőházba egész advent idő alatt, akkor olyan jó illat van, olyan tényleg olyan karácsonyos illat van. Van egy kis brigád, meg vannak mindig újak is köztünk, amikor ők készítették otthon, hát most így név szerint nem tudom elmondani. A mézes kalácsnak számtalan receptje létezik, így mindenki szabadon kiválaszthatta, melyikkel dolgozik, mikor otthon sütögette az általa megálmodott alakzatokhoz szükséges elemeket. Az alapanyagokat a Művelődési Ház biztosította a sütni szerető asszonyoknak. Összesen 18 kg liszt, 13 kg porcukor, 14 doboz tojás, 5 üveg méz, amit elosztottak a résztvevők között. A felsorolt alapanyagokból alkották meg a különféle formákat, melyek heteken keresztül díszítik majd az intézmény előterét. Szerintem, amit összehoztunk, az senkinek se volt elég, úgyhogy hozzátesszük, hogy alapanyag mennyi, nem számoljuk ezt, ezt adjuk. Nincsen benne lazító anyag, és akkor mindjárt jobban lehet így építeni belőle. Jó alapanyagok kellenek hozzá, meg a megfelelő alapanyag, aztán hát így készül. Egy házikókat, vagy ki mit szeretne, azt készítünk, azt csinálunk, úgyhogy mindenki otthon készítette saját maga, amit elképzelt. Mivel a csapat már hosszú évek óta dolgozik együtt karácsony közelettével, így a munka gördülékenyen haladt, és néhány óra elteltével összeállították azt a több emeletes csodafalut, amely házakat, templomokat, kutyaólat, fenyőket és emberformákat foglal magába. A nagyobb alkotások a torony mellett kaptak helyet, ahol természetesen egy mézes kalácsból készített adventi koszorú is fellelhető. Egyszer volt egy megbeszélés, meg ugye a Facebookon van egy csoportunk, és akkor ott ki lett írva, hogy mit, de itt tényleg mindenkire rá volt bízva, hogy amit szeretne, azt készít, amit neki jó, amihez kedve van, azt készít. A csapat szívét, lelkét és nem utolsó sorban szabad idejét is beleadta az idei adventi mézes kalácsfalu elkészítésébe. A Művelődési Ház igazgatója egy oklevéllel köszönte meg számukra, hogy munkájukkal idén is hozzájárultak az ünnepi hangulat megteremtéséhez. Ez díszíti a teret, és az itt élők teljes advent időszakában megcsodálhatják ezt az alkotást. Én azt gondolom, hogy túl azon, hogy milyen gyönyörű, és egyenként is milyen gyönyörűek ezek a művek, amiket ti csináltok, a legnagyobb erénye és a legnagyobb értéke annak van, hogy évről évre elindul ez a kezdeményezés, évről évre találkoztok, és ugyanott folytatjátok tulajdonképpen, ahol az elmúlt évben abba hagytátok. A készülődés a hangolódás jegyében telt a vasárnap délután Tamásiban. A Művelődési Ház hosszú évek óta ugyanaz a forgatókönyv mentén állítja össze a programokat, így mindenki tarthat hozzá, hogy mikor mi várható. No persze a programok azok változnak, csak az időpontok nem. Nézzük meg az első advent vasárnap mit tartogatott az érdeklődők számára.
Tamásiban kézműves foglalkozással indult advent első vasárnapjának programsorozata a művelődési házban, ahol a legkisebbek és lelkes kísérőik különféle ünnepi díszeket készíthettek. Most már 5 éve hagyomány az Tamásiban a művelődési központ előtti rendezvénytéren, hogy advent vasárnapokon, illetve advent utolsó hétvégén péntek, szombat, vasárnap is különböző programokkal, eseményekkel, kézműves kirakodóvásárra, étellel, itallal várjuk az itt élőket, illetve a környékben élőket is. Akkor vezettük be azt a formát, hogy délutánonként bent a művelődési központban van valamilyen program, vagy több program is, mint például advent első vasárnapján a Mézes Kalács közösségnek a Mézes Kalács város felépítése, illetve minden vasárnap kézműves foglalkozással várjuk a gyerekeket, szülőket, nagyszülőket egyaránt. Ezek a bent zajló programok, kint a téren pedig délután 2-kor nyit az adventi kézműves vásár. Ezt hangsúlyozni szeretném, hogy kézműves, tehát hogy itt azok az árusok mutatják be és árusítják a portékájukat, akik saját maguk készítik ezeket. Legyenek azok helyi termékek, ételek, vagy olyan kézműves termékek, akár textilből, akár agyagból, bármilyen termék, amit valóban ők, mint alkotók készítenek el. Forró tea, forrad, bor, kürtös kalács. Ezek olyan elemei az adventi vásároknak, melyek illatukkal, ízükkel az ünnepre hangolnak minket. Emellé természetesen színpadi programok is várták a térre látogatókat. Hagyományszerűen 5 órakor kezdődött az ünnepi műsor a felállított színpadon. Rendezvénytéren egy helyi amatőr művészeti csoport mutatja be a adventre elkészített műsorát, produkcióját. Az első advent vasárnapon a Szent Cecília Katolikus Zenekar. Igyekeztünk mi szervezők úgy összeállítani az amatőr fellépőket, hogy az adott vasárnap tematikájához illő legyen. Tehát mivel ugye első advent vasárnapján a hit gyertyáját gyújtjuk meg az adventi koszorún, így aztán ezért esett a választás a Szent Cecília Katolikus Zenekarra. Az előző évek hagyományához híven idén is az intézmény előtt került felállításra a város óriás adventi koszorúja. Mielőtt felgyújt volna az első gyertya fénye, mely a keresztény vallásban a hitet szimbolizálja, ökumenikus áldást mondott az evangélikus egyház lelkésze és a katolikus egyház plébánosa. Tudom, hogy az idők során sok minden jelképet rápakoltak, hitremény, szeretet, meg jóság, meg egyebeket, amit ugye a különböző gyertyákhoz hozzá párosítottak. Igazából a legfontosabb üzenete az, hogy figyeljünk arra a kis, szinte észrevehetetlen fényre, ami jelzi Jézus eljövetelét, visszatekintve a múltba, és előre tekintve a jövőbe is. Hiszen karácsony ünnepe az mind a kettőt hirdeti nekünk, hogy már köztünk volt Jézus, és hogy visszatér hozzánk. És mint annak idején Napkelet bölcsei is csupán egy pici kis fényt követtek, egy csillagot, hogy nekünk is mindenképpen jó, hogyha észrevesszük azt a pici, nem igazán feltűnő, nem igazán látványos fényjelet, amit egy adventi gyertyának a lángja hirdet nekünk. Én azt hiszem, ez a legfontosabb üzenet. A település polgármestere elmondta, hogy az elkövetkezendő 3 hétvégéi színes programokat tartogat majd az ünnepre való hangolódás jegyében. Közel egy évtizedes hagyomány Tamásiban, a város főterén, a Turmezei téren, az itt élőkkel, az érdeklődőkkel együtt várjuk a karácsonyt. Minden adventi vasárnapon egy kis összejövetellel, műsorral készülünk azoknak, akik szívesen eljönnek így vasárnap délután este. A programok mellett kézműves vásárt is tartunk. Azt gondolom, hogy ezek a programok nagyon népszerűek, és nagyon sokan eljönnek, és ami örömteli, hogy nagyon sok gyereket, nagyon sok fiatalt látok itt a Turmezei téren. Nyilván a karácsony az egy
egy belsőséges, családi, keresztény vallásos ünnep, de fontos, hogy település szinten, hogy város szinten is meg tudjuk élni ezt. A színpadi műsorok sorát Tolvaj Renáta műsorra zárta, akikre sokan kíváncsiak voltak. Hoztam karácsonyi dalt is, illetve saját dalokat, és olyan dalokat, amik így jó kedvre derítik az embert, meg hát egy kicsit nosztalgiát is raktam bele, ilyen nagyon régi dalokat, Karádi Katalin, meg amiket a Megasztárba énekeltem, szóval próbáltam egy ilyen csokrot csinálni több dalból, amik így kedvesek hozzám. Imádom az egész karácsonyi hangulatot, én már november végén elkezdek beszerezni dolgokat. Nem ajándékokra mondom, hanem ilyen díszítő elemeket otthonra. Én ezt nagyon-nagyon élvezem, a kreatív részét. Meghitt fények, baráti beszélgetések és jó hangulat jellemezte az advent első vasárnapját Tamásiban. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!